Új gépekkel, eszközökkel bővült a közmunkaprogram keretében megvalósított betonüzem, a fejlesztés jövőre is folytatódik. Mezőkövesváros önkormányzata ebben az évben is élt a közmunkaprogram lehetőségével, melynek keretében létrehoztak egy betonüzemet, ahol a járdafelújításhoz és a csapadékvízelvezető árkok burkolásához szükséges elemeket gyártanak. Az elmúlt hetekben új gépeket állítottak üzembe. Elértünk oda a közmunkaprogram során, hogy most már merünk nagyban is gondolkodni és nagyot álmodni. Ennek része a betonelemgyártó gépsor beszerzése, ami jelenleg is működik és dolgoznak vele az emberek. Jövőre ez nagy mértékben meg fogja gyorsítani és könnyíteni a munkánkat, hisz olyan árok burkoló lapokat gyártanak, amire nagy-nagy szükség van, egyébként meg nem lenne rá pénzünk. A másik eszközbeszerzés nagy értékű, ez több mint 3 millió forintba került. Egy traktort tudtunk vásárolni, ez majd a mezőgazdasági munka során már most is felhasználták, de majd a mezőgazdasági munkát könnyíti meg. És épp a múlt héten érkezett egy ágaprító berendezés, amellyel meg azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy amit mezőkövesdés környékén zöld hulladékot, nyesedéket levágunk, azt ne a hulladékgyűjtőbe és a komposztálóba vigyük, hanem ezt ledarálják, és ebből jövőre beszerzendő briket gyártóval majd brikettet fogunk gyártani, amely arra lesz jó, hogy arra rászorulók számára tudunk tüzelőanyagot biztosítani. A megvásárolt eszközök, a betonelemgyártógép, a traktor és az ágaprító összértéke mintegy 9 millió forint, amelyet a közmunkaprogram keretében teljes mértékben a kormány finanszíroz.